Kevés olyan adat létezik, amely jobban bemutatná, mekkora rombolást végzett az Orbán kormány az elmúlt 13 évben, mint az, hogy a magyarok viszik haza az Európai Unió második legalacsonyabb béreit. Egyedül a bolgárok keresnek rosszabbul nálunk. Orbán Viktor mára elérte, hogy a magyarok munkája éri az egyik legkevesebbet Európában. Az árnyék kormány szociáldemokrata fordulatának a béremelés az egyik legfontosabb eleme, mert jól tudjuk, hogy a mi munkánk sem érhet kevesebbet. Sajnos mára annyira le vagyunk szakadva a többi országtól, hogy önmagában nem elég az európai minimálbérszabályozás alkalmazása. Ezért a kormányváltás után adómentessé fogjuk tenni a fizetéseket a minimálbér összegéig, és így a két intézkedéssel együtt 50 ezer forinttal fogjuk emelni a minimálbért. Ezt jelenti a szociáldemokrata kormányzás, amire a Dobrev Klára vezette árnyék kormány készül. Odafigyelni az emberekre, és megkönnyíteni az életüket. A mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat, áremelések helyett béremelést, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. 2019-ben Dobrev Klára azzal a céllal kezdte meg a munkát az Európai Parlamentben, frissen megválasztott képviselőként, hogy legyen egy olyan szabályozás, amely nem hagyja leszakadni a tagállamok béreit. Ez az európai minimálbér szabályozás, amely azóta Európában egy sikertörténet. Egyedül az Orbán kormány nem érezte szükségét, hogy alkalmazza ezt a magyarok fizetésére. Legalábbis eddig. A parlament ugyanis idén májusban fog dönteni az európai minimálbér szabályozás alkalmazásáról. Ez azonban önmagában ma már kevés lesz ahhoz, hogy elmozduljunk a sereghajtó szerepből. Az árnyék kormány szociáldemokrata fordulatának a béremelés az egyik legfontosabb eleme, mert jól tudjuk, hogy a mi munkánk sem érhet kevesebbet. Sajnos mára annyira le vagyunk szakadva a többi országtól, hogy önmagában nem elég az európai minimálbér szabályozás alkalmazása. Ezért a kormányváltás után adómentessé fogjuk tenni a fizetéseket a minimálbér összegéig, és így a két intézkedéssel együtt 50 ezer forinttal fogjuk emelni a minimálbért. Ezt jelenti a szociáldemokrata kormányzás, amire a Dobrev Klára vezette árnyék kormány készül. Odafigyelni az emberekre, és megkönnyíteni az életüket. A mindenható vállalati profit helyett európai béreket és nyugdíjakat, áremelések helyett béremelést, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk.